Fú, gyerekek, eléggé fúj a szél, de ennek ellenére is szeretnék egy videót készíteni. Biztos tudjátok, hogy mi történt 2020-ban, mi miatt fordult fel a világ, a csapból is ez folyt. És egy év elteltével azt mondják, hogy szeretnének beadni nekünk valamit, ami által egészségesek leszünk, és ami által nem fogjuk veszélyeztetni a honfitársainkat. Ugye a törvényt is úgy alakítják, hogy valószínűleg nem fogsz tudni dolgozni, se utazni, hogyha nem veszed fel azt, amit ők előállítottak. És az egész úgy nyugtalanított. Nyugtalanított belülről, úgy éreztem, hogy valami nem kloffol, valami nem kóser, mint hogyha valamit titkolnának. És ezt Istenhez vittem, ezt a nyugtalanságomat, és őszinte szívvel próbáltam semleges lenni az egészhez, csak tényleg, Istenem, mi az, amit te szeretnél mutatni? Mi az igazság? Mutasd meg, hogy mit gondolsz te erről, hagyd lássak tisztán. És Isten mutatott is egy képet erről. Tudjátok, Isten szelleme ma is szól hozzánk. A kérdés csak az, hogy odahajtjuk-e a fülünket, hogy meghallgassuk. Azt mondja Jézus, hogy az én juhaim hallják az én hangomat. Amikor megkaptam a képet, akkor nem voltam benne biztos, hogy bele akarok ebbe folyni, ebbe a témába, mivel hogy azt látom, hogy ez egy nagy vita téma a világban, még a hívők se tudnak egyetérteni ebben, és így kíméltem volna magam attól, hogy belecsöppenjek a kellős közepébe. De ennek ellenére itt vagyok. A kép, amit láttam magam előtt, ugye mondtam, hogy be akarják ezt a dolgot adni nekünk. Ezt forgattam a belsőmben, imádkoztam és Isten elé vittem, és amit ő mutatott nekem, az egy kép volt, és egy trójai falovat láttam magam előtt. Ahogy viszik be ezt a trójai falovat a városba. Miután láttam ezt a képet, úgy eltűnődtem ezen. És megértettem, hogy Isten figyelmeztet. Ugye Trója, amikor ránézett a falóra, és mikor látta azt, hogy a görögök elhajóznak a partokról, azt hitték, hogy vége a háborúnak. Amikor ránéztek a falóra, azt hitték, hogy béke és biztonság van. Nincs a veszélynek semmi jele, ezért vígan bevitték a falovat Trójába. De igazából a görögöknek pont ez volt a céljuk, ez volt a tervük része, hogy egy megcsaladtatáson keresztül bejuttassák az ő embereiket falokon belül, mert nem tudták bevenni a falakat. Nem tudták bevenni Tróját. Amikor bevitték a falovat, este ünnepeltek. És ugye, amikor ünnepeltek, akkor kijöttek a görög emberek a falóból, és elpusztították a várost. Testvérem, nem tudom, hogy ki vagy, aki hallgatsz, de mi van, hogyha ez a faló, ez az, amit neked most be akarnak adni? Mi van, hogyha ez a város, Trója, ez te vagy? Isten, hiszem, hogy figyelmeztetni szeretne minket, hogy amiről mi azt hisszük, hogy jó szándékkal van, azért, hogy mi egészségesek legyünk. Amiről mi azt hiszük, hogy békességes és biztonságos. Én hiszem, hogy Isten figyelmeztet bennünket. Azért, mert szeret, hogy ez nem biztonságos. És nem a mi békességünkre van. Tudjátok, én nem vagyok se tudós, se orvos, se virológus. De tudom, hogy Isten szelleme van bennem. És ez elég arra, hogy megtudjam, hogy mi az igazság. És amikor Isten figyelmeztet valamire, az csak is az ő szeretetéből van. Hogyha nekem van egy nyájam, és látom, hogy közeleg egy farkas, akkor én nem elviszem onnan a nyájamat, hogy elé állok a farkas elé. Dehogy nem. Azért, mert szeretem azt a nyájat. Ugyanígy van Isten velünk is. Ő előre figyelmeztet bennünket, hogy figyeljetek, veszély. Veszély közeleg. Legyetek óvatosak. Csak hogy adjak egy példát, Abcsel 11-ben például volt egy proféta, úgy hívták, hogy Agabusz, és ő megprofétálta azt, hogy hamarosan éhínség lesz a földön, ezért készüljön fel a gyülekezet.
ugye a gyülekezet az fel tudott tudni készülni az éhínségre azért, mert Isten szelleme szólt Agabusz prófétán keresztül. És hiszem, hogy ma is szól nekünk, figyelmeztet, hogy ne adassuk be azt a dolgot, amit be akarnak nekünk adatni. És de lehet felteszed magadba a kérdést, de akkor Isten azt akarja, hogy éhen halljak. Mert hogyha én nem adatom be magamnak, akkor nem fogok tudni dolgozni. Ha nem tudok dolgozni, akkor nem fogok tudni enni. Isten azt akarja, hogy éhen halljak, Dávid. Barátom, nem Isten az, aki kivezette Izraelt Egyiptomból, és 40 éven keresztül mannát hozott az égből. Sőt, amikor szomjasok voltak, akkor a kősziklából fakasztott vizet. Nem Isten az, aki Illést etette madarokon keresztül 3 évig, mikor Illés megprofétált az, hogy nem fog esni az eső. Nem Isten az, aki megsokasította a kenyeret és a halat Jézusnak, amikor ott volt körülötte a sokaság, és nem volt elég ennivalójuk. Nem Isten az, aki ezeket tette. Csak egy pár bizonyságot hagyd mondjak el, hogy személyessé tegyem ezt az egészet. 2020-ban éreztük, hogy Isten arra vezet bennünket, hogy csak neki dolgozzunk teljes időben. És az azt jelentette, hogy nem lesz bevételünk. És tudjátok, nem szóltunk senkinek. Nem vertük nagy dobra ezt az egészet. Nem mondtuk mindenkinek, hogy mostantól kezdve mi Istent fogjuk szolgálni, tudjátok, hogy ez mit jelent. Nem, senkinek se szóltunk direkt. Azért mondtuk Istennek, hogy Istenem, hogyha te vezettél minket arra, hogy neked dolgozzunk, akkor te el is fogsz látni bennünket. És tudtunk volna szólni másoknak, de nem tettük direkt. Igen ám, csak elkezdett elfogyni a félrerakott pénzünk. És hamarosan el is fogyott teljesen. Már csak ilyen 10 forintosokból volt kb. Hogyha összeadtuk, olyan 200 forint. Arra volt elég, hogy egy tejet vegyünk. De ugyanakkor még akkor is éreztük, hogy jó helyen vagyunk. És Isten az, aki idehozott bennünket. És tudjátok, mit csináltunk? Hálát adtunk. Éreztük azt, hogy Isten az, aki velünk van, és ő fog rólunk gondot viselni. Nem volt egyszerű. Sokszor úgy próbált bejönni az aggodalom, de bíztunk Istenbe. Nem sokkal később csöng a telefonom. Egy ismeretlen szám volt. Felveszem, és egy ismeretlen személy beszélt. Mondta, hogy mi nem ismerjük egymást, de imádkoztam, és feljöttél bennem. Csak szerettem volna megkérdezni, hogy hogy álltok kajával. Elmondtam neki az őszintét, ugye, hogy kb. Annyi pénzünk van, hogy egy tejet vegyünk. És akkor azt mondta, hogy oké, holnap megyünk hozzátok, kérlek, adjátok meg a címeteket. Megadtam nekik, letették a telefont. És másnap jöttek, hoztak nekünk ételt, képzeljétek el, és egy borítékot nyomnak a kezünkbe. És ki tudtunk fizetni a számláinkat, tudtunk venni plusz ételt. Csodálatos volt látni azt, hogy Isten gondot viselt. De nem sokkal később az a pénz is elfogyott, amit tőlük kaptunk. És akkor úgy vártuk, hogy honnan fog jönni a segítség. Benne volt a fejünkben, hogy biztos valami ismerősen keresztül. Nem, Isten nem ezt akarta. Megint egy ismeretlen személy keresett meg bennünket, aki képzeljétek el, hogy álmodott velünk. Isten egy álmot adott neki rólunk, és a szívére helyezte, hogy nekünk kell adnia. Úgy, hogy nem is ismert bennünket személyesen. Ez Isten. Volt, hogy ki kellett fizetnünk az albérletünket, és mindig 10-ig volt a határidő, hogy ezt ki kellett fizetni. És már nagyon-nagyon közel volt az idő a határidőhöz. És nem volt annyi pénzünk, közel sem volt annyi pénzünk. De Isten hűséges volt. Hálát adtunk neki, és tudtuk, hogy ő gondot fog viselni. És képzeljétek el, hogy Németországból egy magyar testvérnő megkeresett bennünket. Felhívott telefonon bennünket, és elmondta, hogy a szívére helyezte Isten, hogy segítsen nekünk. És küldjön nekünk pénzt. Ki tudtuk fizetni az albérletünket, a számláinkat. És nem azt mondom, hogy aranykádunk volt, meg ilyesmi. Szóval nem voltunk így ellepve áldásokkal, de Isten a szükségeinket mindig betöltötte.
és hiszem, hogyha ti is engedelmeskedtek Istennek, akkor ugyanezt megteszi veletek is. Nem Jézus maga mondja, hogy nézzétek a madarakat. Nem vetnek, nem aratnak, mennyi atyátok mégis eteti őket. Hát nem fontosabbak vagytok, mint ezek a madarak. Ne aggodalmaskodjatok amiatt, hogy mit fogtok enni, mit fogtok inni, és mibe fogtok öltözködni. Hát mennyi atyátok jól tudja, hogy ezekre szükségetek van. Keressétek először Isten királyságát, és minden más rá fog adatni. És mi ténylegesen ezt tapasztaltuk. Mikor te engedelmeskedsz Istennek, azért, mert a szívedre helyez valamit, és te engedelmeskedsz az ő hangjának, akkor ő hű és igaz, és gondot fog viselni rólad. A másik dolog, amit látok több embertől, azt írják, hogy Isten a józan gondolkozást adta nekünk, hogy aszerint gondolkozzunk. Ezért butaság lenne nem felvenni azt a dolgot, amit kihirdetett az állam. Tudjátok, néha, amikor Isten kér valamit, akkor félre kell tennünk a józan gondolkozásunkat, és használnunk el a hitünket. Hagyj mondjak egy pár példát. Nézzétek meg Jézust, amikor ment Lázárhoz. Lázár már 3 napja halott volt. Már bűze volt, azt mondták. Emberek ott siránkoztak. Már elveszítették a reményt. És a józan gondolkozás szerint nem mennél oda egy olyan személyhez, aki már 3 napja halott, hogy feltámaszd. Jézus az atyának engedelmeskedett, és nem az emberi gondolkozása szerint gondolkozott. És Jézusnak ott félre kellett tennie a józan gondolkozását, és hinnie kellett Istennek, és aszerint cselekedett. És nézzétek meg, mi történt. Szólt, hogy Lázár, kelj fel! Kelj fel! És Lázár felkelt a halálból. Feltámasztotta Lázárt. Nézzétek meg Illést, mikor kihívta Baál prófétáit, és összehívta a népet, hogy nézzétek meg, kié az igaz Isten? Baál az igaz Isten, vagy az én Istenem az igaz Isten? Egy áldozatot kellett hozniuk mind a kettőjüknek, és akinek az Istenük tüzet hozott le az égből, az lesz az igaz Isten. Baálok megcsinálták a szertartást, nem sikerült nekik, nem jött össze semmi, nem jött le tűz az égből nekik, azért, mert Baál nem az igaz Isten. Illés, csak hogy megnehezítse a dolgokat, 12 vödör vizet öntött az oltárra, csak hogy meglássák az emberek, hogy Isten a lehetetleneknek az Istene. Az emberi gondolkozás azt mondta volna, hogy miért teszel rá vizet? Megnehezíted a saját dolgod. De nem, Illés megmutatta, hogy az ő Istene nagyobb. Nagyobb az emberi gondolkozásnál. De a józan gondolkozás nem tenné ezt. De Illés nem a józan gondolkozása szerint gondolkozott, félretette és használta az ő hitét. Mi történt? Lejött a tűz az égből. Nézzétek meg Sádrák, Misák és Abednégót. Amikor Nebukadnezar bálványt építetett, akkor le kellett volna borulniuk, mert mindenki más leborult. És ők azt mondták, hogy mi nem fogunk leborulni. Isten meg fog védeni bennünket tőled, de ha nem is teszi, tudd meg, ó király, hogy mi le nem fogunk borulni előtted, és a te bálványod előtt. Az emberi józan gondolkozás valószínűleg azt mondta volna, hogy jó, leborulok én a bálvány előtt, Isten látja az én szívem. Isten látja az én szívem. Ő nem akarja, hogy elvesszek. Nem, ők félték Istent, és ők inkább az életüket kockáztatták. Ők hittek Istenben, nem a józan emberi gondolkozás szerint gondolkoztak, hanem hittek Istenbe. Nem borultak le. Ezért Nebukadnezar király be is dobta őket a tüzes kemencébe. És nézzétek meg, hogy nem égtek el. Nem égtek el. Látjátok? Sokszor, mikor Isten kér valamit, akkor félre kell tennünk a józan gondolkozásunkat, és használnunk el a hitünket. Nézzétek meg az izraelitákat, mikor be akartok menni Kánaán földjére, az ígéret földjére.
kiküldtek 12 felderítőt. Visszajöttek, és 10 felderítő rossz hírrel jött vissza. Itt óriások vannak. Ezekhez képest olyanok vagyunk, mint a szöcskék, meg fognak minket ölni. El fogjuk veszíteni a csatát, nem menjünk harcba. És csak is kettő volt, aki nem az emberi gondolkozás szerint gondolkozott, hanem azt látták, hogy az ő istenük nagyobb. Az ő istenük nagyobb ennél. Simán le fogjuk őket verni, megesszük őket reggelire. Ezt gondolta Józsué és Káleb. És tudjátok mit? Ebből a 12 kémből. Tudjátok, hogy kimentve az ígéret földjére? Csak is az a kettő, Józsué és Káleb, akik hittek Istennek. Sokszor olyan dolgokat kér Isten, ami nem mindig egyszerű. És sokszor használunk el a hitünket, és sokszor az emberi szemeinkkel nem látjuk azt, hogy Isten hogy fog minket kisegíteni. De tudjátok, hogy Isten hű és igaz, és ő minden egyes alkalommal hű és igaz lesz, amikor te engedelmeskedsz neki. És csak bátorítani szeretnélek benneteket, hogy merjetek hinni. Merjetek hinni Isten nagy nevében, az örökkévaló, a mindenható, hatalmas seregek urába. Ő a királyok királya, és az uraknak az ura. Ő minden név fölött való, és számára nincs semmi lehetetlen. Ez az az Isten, akit ti szolgáltok. Ez az Isten van veletek. Amen, amen. Szeretlek benneteket, remélem, hogy ez szólt nektek. Isten áldjon titeket, sziasztok!